Kedden ezelőtt a Takarékbank közgyűlése, aztán akkor az állam többségi tulajdonos lett, ebből következett, hogy szerda este megválaszthatták a Takarékbank új vezetőit. Az új vezető, az igazgatóság új elnöke nyilván nem meglepő módon Vojnis Tamás lett, az átalakításért felelős kormánybiztos, a vendégünk pedig Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkere. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát rögtön azért annyit, hogy mondjak közben, hogy számomra azért meglepetés, hogy ő lett az igazgatóság. Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen szervezetben a Takarékszövetkezeti Bank talán illet volna a Takarékszövetkezeti elnökök közül választani igazgatóság elnökét. Kettő meglehetősen ízléstelennek tartom, hogy azt a kormánybiztost választották a bank elnökének, aki végigverte az egész törvényelőkészítést, ő nem egyeztetett a takarékszövetkezetekkel, és most odaáll ezt az intézményt igazgatni. Hát nem igazán jó. Magadnak csináltad, viheted. Hát nem igaz. Ez volt az első, nem? A nagyon frappánsát magának csinálta, nem a takarékszövetkezeteknek, emögött semmiféle társadalmi érdek és hasznosság nincs. A takarékszövetkezetek ennek a folyamatnak a vesztesei. Pillanatnyilag hozzáteszem. Vojnis Tamás számtalan bankban dolgozott a pályafutása során. Takarékszövetkezetben soha. Takarékszövetkezetben soha, de hát az is egy pénzintézet. De nem lehetett volna találni a 125 takarékszövetkezetben egy olyan képzettségű, olyan kvalitású, olyan hozzáállású embert, aki az integráció feltét. Hát, ez az igény, akkor biztos lehetett volna. De nem lehetett jelölni. Még csak jelölni sem lehetett. Ugye azt ezt nem tudom, tudja-e, hogy... Azt mondja, van egy hivatalos közlemény, nem tudom, azt olvastál, hogy ne olvastam. Hát ez egy, persze, nem érdemes elolvasni. Hogy na ugye, kerültek be takarékszövetkezeti vezetők a takarék. Most nem mondjak komolyan. Nem ezt olvastál is? Hát hogyha ilyen, akkor a héttagú igazgatóságban egyetlen takarékszövetkezeti elnök van. Az a takarékszövetkezeti elnök, aki az első pillanatban a Magyar Nemzet című újságban azt nyilatkozta, hogy teljes mértékben egyetért az átalakítással. Hát ilyet lehet találni. Sokat? Sokan biztos. Hát most melyik az átalakítással? Hát a teljes takarékszövetkezeti közösség nem ért vele egyet. Hát de hát mi is találtak valakit, aki igen. Hát mindig azt van. Mondja, hogy 125-ből 1-2-t mindig lehet találni. De nem egy jó folyamat. Hát Bauer most... Tamás azt mondta, a DK alelnöke, tehát azért ő egy politikusként nyilatkozott meg ebben a dologban, hogy a párt sajnálja, de megérti a takarékszövetkezeti közgyűlésen, a tagok meghajoltak az orbáni erőszak előtt. Orbáni erőszak történt? Hát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a kormány tudta nélkül történjen a dolog, miután az előterjesztő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, ami úgy tudom, az a kormány tagja. Most a kormánynak meg van feje. Tehát azt nem hiszem el, hogy miniszterelnök úr ezt a folyamatot nem tudja, és lépésről lépésre nem követi. Nem hiszem, hogy nem tudja azt, hogy a Magyar Posta többségi tulajdon szerzett a takarékszövetkezeti bankban. Tehát másfél hónapja megy a cirkusz, amit most 27-én egy rendkívül kelemetlen hangulatú közgyűlésen végül is ugye bevégeztetett, mert nem csak arról van szó, hogy az állam beültette az embereit mindkét testületbe, az igazgatóságba is, és a felügyelőbizottságba is, tehát többséget szerzett. Itt arról is szó van, hogy egyrészt elfogadták azt az alapszabályt, ami mozdulni nem engedi a takarékszövetkezeteket, megtörtént az előnytelen részvénycsere, ami durván 3 milliárd forintos kárt jelent a takarékszövetkezeteknek, és megtörtént a tőkeemelés. Mit kell még csinálni, hogy valaki megtudja azt, hogy ez a megszállás, ez az annektálás, hogy mondjam, 27-én megtörtént. De mégis azt mondom önnek, hogy mindenkettő, hogy a futballbarátok vagyunk, és szoktunk a futballról beszélni, most azt mondom, na most jön a hosszabbítás, az extra time. Ez a meccsnek még nincs vége. Na jó, de van a padon még valaki, akit be lehet küldeni? Van. Beszéltünk arról korábban éppen önnel, meg a kedves kolléganőjével, hogy a hazai jogi fórumokat most már megtámadtuk, mindent, amelyik létezik ezzel az üggyel, alkotmánybíróság, alapvető jogok biztosa, polgári peres beadványok, illetve az államot is bepereltük jogalkotással okozott kár címén, és most jönnek a nemzetközi kapcsolatok bevetése. Éppen a napokban értesültem arról, hogy a dolog iránt érdeklődik Mario Draghi, az Európa Központi Bank elnöke, tud a dologról Almunia versenybiztos, gazdasági és pénzügyi biztos, és általában Brüsszel foglalkozni fog ezzel a kérdésre, ezt teljesen konkrétan tudjuk. Tehát ha úgy látjuk, hogy a hazai fronton ez a harc, mert most már ez harc, ez nem játék, ez nem csak kis küzdelem, ez harc, ez állóháborúvá válik. Kivisszük ezt most már az európai fórumokra, és hogyha Magyarországon, hogy mondjam, az igazságszolgáltató szervek, itt többfajta bíróságra gondolok egyszerre, nem szolgáltatnak igazságot a takarékszövetkezetnek, akkor következő Strasbourg. Tehát én a többször mit szoktak mondani a kormányzati források, szóvivők azokról, akik elmennek Brüsszelbe, Strasbourgba, meg ki tudja hova. Tudom, sajnos.
Én a hozzáállást látom inkább, nem is, hogy pontosan tudom, mit mondanak. De azt hiszem, hát akkor... azt szokták mondani, hogy nemzetveszejtők, meg hát a magyar mondani. Nép ellenségei, meg Magyarország ellen. Hát jó, én most egy picit is cinikus lennék, de eszembe se jut ilyet mondani, de azért mégiscsak félmondatlan. Akik most kárt okoztak, azok nem a takarékszövetkezetek, és nem azok, akik védik az érdekeiket. Itt a magyar... Na nézzük ezt a kárt, mert ezt most harmadszor mondja. Mi a kár? Hát a kár az, hogy a Magyar Posta ötöd értéken jutott a részvényekhez. 2000 forintért jutott hozzá takarékszövetkezeti részvényekhez, egy részvény 2000 forint. De 10 000... a Magyar Posta én vagyok, mert ez egy állami cég, ennek én örülök. Na de én viszont, mint tulajdonos, nagyon nem örülök, hogy ön ötöd ára jutott hozzá az én részvényeimhez, gyakorlatilag kizsebelt engem, és áttételes, na de hát bocsánat, itt most takarékszövetkezeti vagyonról beszélünk, itt magánvagyonról beszélünk. Ha én takarékszövetkezeti tag vagyok, akkor azt én most konkrétan érzem a saját vagyonomon, hogy én meg vagyok. Pillanat nem, de abban a pillanatban, hogy amikor az alaprészjegyét, ami az ön befektetése a takarékszövetkezetnek, meg akarja mozdítani, az értéktelenebb lesz, mert a takarékszövetkezetnek a részvénye már elértéktelenebb a bankban. Tehát itt a profitcentrum a bank. Most a bank lesz az, amik el fogja szipkázni az ön kis takarékszövetkezeti befektetését. Ez 125 000, 130 000 kis befektető. Hát ők azért vannak, mert 7 000 például csatlakozott természetes személyként az alapvető jogok biztosához küldött beadványunkhoz, és most is kapnak az Országos Takarékszövetkezeti Szövetségtől olyan jogi segítséget, hogy egyenként bírósághoz fordulnak károkozás címén. Lesz 100 000 per? Ez lehet per közösséget is csinálni, lehet egyénileg is csinálni. A lényeg az, hogy ezt a kérdést nem szabad leverni a napirendről. Én egy újságcikkben azt is írtam, hogy rendkívüli módon sajnálom, hogy a demokratikus ellenzéki pártok ezzel a dologgal nem foglalkoznak. Ugye a kormánypártoktól most túl sok jókat nem várhatunk, hisz ők terjesztették be a parlament elé. Én most az elmúlt napokra is azt néztem, hogy volt a közgyűlés, volt a különböző előkészületi dolgok, és egyetlen ellenzéki párt nem mondta azt, hogy hát ezzel azért foglalkozni kell. Hát, a parlament meg kell foglalkozni. Hát talán nem önmagukkal kellene elfoglalkozni, hogy ilyen ügyel kéne foglalkozni, mint a takarékszövetkezetek, ugye? Jó, Bojnis Tamás elnökként, igazgatóság új elnökeként nyilván jól járt ezzel a dologgal, mert végig tudta vinni azt. Hát nagyon örülök, hogy ő jól járt ezzel a dologgal. De ki áll most ezzel rosszul? Tehát most az, aki bármilyen ágán ennek a történetnek résztvevő szereplő, azonnal érzékelhet bármit a változásokból? Hát bocsásson meg, hát nem lesz idő felsorolni, hogy ki járt rosszul. Hát önmagában, akkor kezdjük a legnagyobbban, hát a magyar gazdaság. Hát ha a magyar gazdaságban a szövetkezeti hitelintézeti rendszert egy harctérré változtatom, már pedig azzá változtatták, hát a bankvilág arról ismert, hogy a nyugalmat, a konszolidációt, ahogy majd a békességet teheti. Ezzel az intézkedéssel háborút hirdettek. Természetesen, és kezdem a második legfontosabban, nem lehetnek nyugodtak a takarékszövetkezetek dolgozói, hangsúlyozom, nem a vezetői, na ők sem, a dolgozói. Abban a pillanatban, hogy ha megtörténik az az együttműködés kialakítása, hogy a faluban egy postahivatal vagy egy takarékszövetkezeti fiók, ugye mert erről szól a történet. Hát akkor a legtöbb helyen fölösleges lesz. Hát az egyik fölösleges. Én a postai dolgozókat is sajnálni fogom, hogyha elbocsátják őket, és természetesen nem fogom sajnálni a takarékszövetkezeti munkavállalókat. Értéket veszti a takarékszövetkezeti tagnak az alaprészjegy értéke. Ez egy borzasztó nagy probléma ez, hogy az ön 100-200-500 000 forintos alaprészjegye elkezd értéktelenedni, ha meg akarja mozítani. Óriási veszteség lesz, hogyha ezekből a takarékszövetkezetekből, ebből a bizalmatlansági légkörben, ebben a fagyos helyzetben elindul kifele a pénz. Ha elindul egy helyről, egy pénzintézetről pénz, akkor a többieknél is ez gondot okozhat. Nem csak örülni fognak neki, hogy majd hozzájuk megy, hanem ez általában ki fog váltani egy nagyon rossz hangulatot. Nagyon kellemetlen lesz a vállalkozóknak. Ha ez a takarékszövetkezeti rendszer bedarálódik, legyengül, bizonytalanná válik, a hitelképességük is, a hitelezési affinitásuk is kisebb lesz. Hát soroljam még? Hát hogy fogolj, például gondoljon bele, nekünk ott vannak közös projektjeink a takarékszövetkezettel. Nem akarom kimondani a nevét, mert nem a reklámhelye. Hát ezek a hitelezési mechanizmusok is megroppanhatnak, hogyha ilyen helyzeteket idéznek elő. Értem, valóban sokáig tudja sorolni. De azért mondom, hogy de akkor nyilván érti a másik oldalt is. Mi ott a cél? A cél sajnos az, hogy amikor megszerezték a többségi állami tulajdont, most ez úgy néz ki, hogy jót tettünk. Ezt követően a törvény tartalmazza is, hogy ezt a tulajdont tovább fogják passzolni, ezt a tulajdont jó áron fogják tovább passzolni azoknak, akik már lesben állnak. Megvan a várják. Én nem mondhatom ki a nevét, mert nyilván azonnal beperelnének, de pontosan tudjuk, hogy melyik az a befektetői kör, amelyik meg akarja szerezni a takari magánbefektetőket. Hát nagyon fontos. Akkor mondhatja ki, ha utána meg is szerzi, mert akkor nem lesz mivel perelni, mert akkor maximum az történik, hogy nem. De én nem
szeretek sem hírbe, sem helyzetbe hozni embereket. Ezekben a körökben, ahol mi tárgyalgatunk, mert azért természetesen informális tárgyalások folynak, én remélem, reménykednék abban, hogy formális tárgyalások is lesznek, majd mindenki pontosan tudja, hogy mire megy ki a játék. Tehát ki kell játszani, ki kell zsugázni ezt a vagyon, és magántőkések zsemét kell megtömni a takarékszövetkezeti vagyonnal. Na ez az, amit nem tudunk elfogadni igazából. Ez még hogy mondjam, erkölcstelenebb is rosszabb, mint maga a gazdasági folyamat, az is tragédia. Megint, ha megengedi, idézem saját magam egy tegnapi írásomban, azt mondtam, hogy ez erkölcstelenebb, mint a 47-es banki államosítás, mert ott legalább, ha egy rossz társadalmi célért is, de társadalmi célért történt a magános, a kisajátítás. Itt a kisajátítás azért történik, hogy egy magántők és egy magánbefektető csoport zsebét megtömjék. Ez tűrhetetlen. Ismerve ezt az országot, úgyis ki fog derülni. Ki fog derülni, nem. Ja, és még egy mondat, ha megengedné. Azért ne legyenek nyugodtak azok sem, akik majd megszerzik ezt a vagyon, mert őket, miután tudják, hogy ez ebből szerzett jószág, őket orgazdaság miatt fogjuk beperelni. Mindenkit beperelnek? Mindenkit. Aki ebbe egy gyalázatos szerepet vállalt ebbe az ügyben. Itt is bepereltük a PSZÁF-ot, bepereltük az integrációs szervezetet, bepereltük magát a magyar államot is, azért, mert kárt okozott egy közösségnek, magántulajdonban okozott kárt. Van olyan ügyvédjük, aki azt mondja, hogy ezeket megnyerik? Igen, komoly jogi csapat áll mögöttünk, van mögöttünk, volt alkotmánybíró, kifejezetten szövetkezeti és pénzügyekkel foglalkozó jogi csoport, nagy nevű ügyvédek, nem akarom mondani a nevüket nekik sem, mert nem biztos, hogy jó nekik, és biztatnak minket, hogy ezt nem szabad abba hagyni, és nem anyagi fektetésből bíznak minket, mert kaptak egy jó megbízást, mert ők is úgy érzik, odaálltak mögénk, ők jelentkeztek, hogy ebbe segítenek nekünk, és na jó eséllyel támadjuk meg. Az alkotmánybírósági beadványunkra azt mondják, hogy igen erős és igen alapos, és nagy valószínűséggel az alkotmánybíróság meg fogja tudni állítani ezt a folyamatot. Egy nagy kérdés van az alkotmánybírósági beadvány, ami engem feszít és idegesít, az, hogy nem tudjuk, hogy mikor. Tehát nehogy akkor jöjjön az igazság pillanata, az igazság órája, mikor a folyamat már ezen, vagy nem megfordítható. De abban nincs kétségem, hogy itt ez az ügy a javunkra fog rendeződni. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, hogy meghívott.